Ramada egy az egyben ellenfelével, megtolja a jobb lába felé, aztán visszahúzza a balra, és megvan a vezetés az Eto'nak. Nem váratott sokat magára a fehérmezes Eto első találata, a portugál Ramada már a harmadik percben megkezdte a gólgyártást. Pár perccel később aztán jött az egyenlítés, Puskás egy szögletet követően talált a Győri kapuba. A válaszra csak másodperceket kellett várni a zöld-fehér szurkolóknak, Harnis indult meg a jobb szélen, és lövése átcsorgott Tombácon. Nem unatkoztak a meccsre kilátogatók, a csapatok őrületes tempót diktáltak, és egy perccel később már ismét Győri gólnak örülhettek. A következő támadásnál aztán szabadrugáshoz jutott a Szeged, amit Puskás értékesített 3-2. A szünetig még két gól született. Előbb Harnis talált be, majd vendég részről az utolsó másodpercekben Tombác ívelt, közben pedig a győriek hálójába bólintott 4-3. A hátralévő 20 percre igencsak rányomta a bélyegét az első félidő őrületes tempója. A szegediek rövid kispadjuknak is köszönhetően elfáradtak, így az Eto is visszavehetett a tempóból. Ennek ellenére már két perccel a sipszó után lehetőséghez jutottak a győriek. Drót és Truc ütközését követően szabadot kaptak a zöldfehérek, amihez a már kétszer eredményes Ramada állt oda és magabiztosan emelt Tombác kapujába. Nem sokkal később az utolsó szegedi gól is megszületett, egy kontratámadás végén Pataki volt eredményes. A 33. percben Fábio lőtt magabiztosan a kapuba, majd Drót kétszer is kihasználta a többször a félpályáig feljövő Tombác hibáját, és két íveléssel állította be a 8-4-es végeredményt. Örülünk a győzelemnek, hát örülök én is, hogy betaláltam, mert nem jött össze semmi az elején a mérkőzésen, most személy szerint magamról beszélek, és hát az első fél időben olyan gólokat kaptunk, amit elkerülhettünk volna, de a másik félidőben a csapat összekapta magát, és be tudtuk húzni ezt a mérkőzést is. A gólparádéból jócskán kivette a részét a sérülés után visszatért Ramada, aki nagyon örült, hogy az edzéseken sokat gyakorolt figuráit ezúttal gólokra válthatta. Tulajdonképpen ezeket szoktam gyakorolni, mondja Ramada. Mióta itt vagyok, háromszor vagy négyszer már sikerült. Ha két védőt állítanak a falba, akkor mindig elvállalom, és ma is gól született belőle. A Rába Eto FC a következő fordulóban május 17-én a gödöllői Bikákhoz látogat.